a Babits Mihály Kulturális Központ bált rendezett Szekszárdon. Az intézmény már régóta tervezett saját bált tartani, amely lehetőséget nyújt köszönetnyilvánításra az együttműködő partnerek felé, mondta Berlinger Attila, elnök. És ebben az évben, mivel névadónk a jeles költő Babits Mihály születésének a 140. évfordulóját is ünnepeljük néhány nap múlva, adta magát az alkalom, hogy egy novemberi időpontot válasszunk ki erre a jeles eseményre. Számos olyan partnerünk, legyen az vállalkozás, legyen az közintézmény, illetve hát elsősorban szeretném magát a fenntartónkat, az önkormányzatot kiemelni. Örömünkre elfogadta meghívásunkat, több mint 160 vendég várható a ma esti eseményen, és azt gondolom egy kiváló hangulatban egy picit összegezhetjük az idei évet, akár a városi rendezvényeket, az általunk elvégzett munkát, és hát ahogy említettem, a köszönet nyilvánítás pillanata is ez. Kiváló báli hangulat várja az érkezőket, báli zenekarral, bál zongoristával, meglepetés vendégként Bétót László retro pop tarisznyi műsorral is érkezik. Nem maradhat el a tombola sorsolás, és hát természetesen a kiváló ételek és italok fogják majd a hangulat mellé még csak fokozni a jó érzést. Én azt gondolom, nagyon pozitív az évnek az eredménye ebből a szempontból is. Köszönettel tartozunk annak a sok-sok vállalkozónak, annak a sok-sok cégnek, amely a fellépő gazdasági nehézségek ellenére továbbra is lokálpatrióta módon támogat bennünket. A lényeg ebbe, ami majd el is hangzik itt a köszöntő beszédben, hogy nem csak a pénzügyi támogatás van ebben fontos szerepe, hanem azok a mecénások, azok a támogatók, akik most jelen is vannak, ők mind-mind szeretik is ezeket az eseményeket, részt is vesznek rajta, követik is ezeket a fejleményeket, és ráadásul a saját céges partnereiket, barátaikat is meghívják, legyen az egy szekszárdi születi napok, pünkösdi fesztivál, vagy más jeles esemény. Ez jelenti az igazi összefogást, és azt gondolom, hogy a jövő útja is csak ez lehet, hogy azt nézzük, mi az, ami összeköt bennünket. Az elnök elmondása szerint az elmúlt évek nehézségeivel ellentétben az utóbbi egy év nagymértékben pozitív volt a kulturális programok mennyiségében és a látogatók számában. Egy-egy koncertre, színházi előadásra, bármilyen kulturális eseményre szinte kivétel nélkül elfogynak a jegyek. Hozzátette, ez a kulturális központ dolgozóinak befektetett munkája miatt valósult meg. Az eseményen Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere is köszöntötte a megjelenteket. Különleges, egyben jubileumi év az idei. Egy hét múlva ünnepeljük Babits Mihály születésének 140. évfordulóját. Szekszárdon születtem, színésznőt szerettem. Ki ne ismerné a sorokat, és ki ne ismerné az alliteráció atyát, a 20. század egyik legnagyobb költőzseniének, Babits Mihálynak a nevét. Jó alkalom a kerek évforduló arra is, hogy valami újba kezdjünk. Reményeim szerint a mai első Babits bált még sok-sok követheti majd a jövőben. Úgy érzem, hiánypótló lehet egy ilyen összejövetel, ahol kötetlenül találkozhatnak Szekszárd politikai, gazdasági, kulturális életének meghatározó szereplői, és elkezdődhet egy olyan párbeszéd, amire talán a mindennapokban egyáltalán nem, vagy csak kevés lehetőség adódik. Az alpolgármester beszédében visszatekintett az elmúlt esztendőre. Két kiemelt nagy rendezvényen vagyunk túl idén, ami mindig meghatározó az itt lakók és az ideérkezők szempontjából. Úgy érzem, mint a pünkösdi fesztivál, mint pedig a szekszárdi születi napok nagy sikerrel zárult a belvárost érintő felújítás ellenére. Ezek ilyen színvonalon nem jöttek volna létre az önök segítsége nélkül, amit most is szeretnék megköszönni, és kérem további támogatásukat. Lassan november végébe fordulunk. Hamarosan elkezdődik az adventi várakozás időszaka. A borok a pincében, a földek a havat várják, az idei évre tervezett nagy munkákat igyekszik mindenki mielőbb befejezni. Szabó Sándor, a Ferapotent ZRT tulajdonosa, fontosnak tartja, hogy a partnerek találkozzanak és jobban megismerjék egymást. Hát én úgy gondolom, hogy mi a lokálpatrióták vagyunk, már 31 éve van a cégünk, Szekszárdon is azóta nyilván eseményeket támogatunk is, meg nyilván nagyon szeretjük, hogy kezdeményezzük azt, hogy a vállalkozások, ugye a városvezetők, meg több ilyesmeresek összejönnek, hogy
hogy tényleg legyen egy kis egy negyedévesben egy kis bál, egy kis beszélgetés, hogy összefogásban az erő. Én visszaugrok ide ebbe az egész ugye rendezvényes dologba, hogy az ember azt mondja, hogyha ezt támogatja, és ugye személy szerint is emberekkel, barátokkal, akkor igazából sokkal jobban előbb jutunk, és a igazgatóval beszélgettünk. Ugye múlt héten is mondom, hogy én javasolnám, hogy negyed évente kellene egy ilyen valamilyen összefogási bálakat csinálni, aki jobban összejövünk egymással, és sokkal jobban előbb haladunk minden szempontból, nem csak gazdaságilag, politikai szempontból, és emberi szempontból, főleg ez a fontos, mert az egy kicsit szerintem hiányzik belőlünk. Kocsmár István, az Aliszka Bau ZRT vezérigazgatója és jó kapcsolatot ápol az intézménnyel. Én olyan öreg vagyok, hogy nem emlékszem, hogy mióta van, de nem az Attila az első igazgató, akivel együttműködünk. Én azt gondolom, hogy minden vállalkozásnak szüksége van arra, hogy a civil szervezeteket és ezen belül a művelődési központot is támogassa. Ennek a bálnak meg különösen örülünk, mert ugye évek óta nem volt egy ilyen esemény, ahol azok a vállalkozók, önkormányzati vezetők, intézményvezetők összegyűlhetnek, akikkel együtt dolgozunk. Az estét közös vacsorával zárták.